Mi a kényszer, fóbia, szorongás célja? Mit akarnak tőlünk az erős érzéseink? Cél a cselekvéssel a bizonytalanságból biztonságot teremteni. Nem pótcselekvéssel, ahogyan a kényszernél, nem elkerüléssel, mint a fóbiánál, nem rettegéssel, mint a szorongásnál. Mindig arra kell fókuszálni, Mit tudunk tenni saját magunkért, hogyan tudunk egy helyzetet megoldani, hogyan tudjuk azt, ami kihat ránk, úgy megváltoztatni, hogy kezelhetővé váljon. A cél mindig egy kalkulált rizikón át lehet elérni. Ezt a rizikót pedig azért vállalhatja ön fel, mert nagyrészt a saját figyelmességtől, jelen tudatosságtól, azaz öntől függ. Kényszer. Nevezen meg egy tipikus kényszer visekedést. Ezáltal elérte a célját? Ha igen, miért kell folyamatosan ismételni? Nem érte el a célját? Akkor miért ismétli azt, ami nem működik? Miért gondolja, hogy ugyanaz a visekedés többszöri ismétlés után majd más eredményt teremt. Mi is valójában a rejtett célja, esetleg a biztonság megteremtése? Hogyan tudna azt valóban elérni? Talán úgy, ha a saját tapasztalatait is figyelembe veszi? Nem attól hagyja magát irányítani, amit feltételez, amit hisz, hanem azt tartja szem előtt, amit tud. Fóbia. Nevezze meg egy tipikus fóbiáját. Mit okoz ezzel a rémülettel iszonyattal? Esetleg elkerül általa bizonyos tényeket? Ennek köszönhetően csökken a fóbiája, vagy sokkal inkább erősödik? Valóban annyira veszélyes az, amitől retteg? Ha igen, akkor gondoljon el, ön mit tud tenni? Hogy az kevésbé legyen veszélyes az ön számára? Vagy esetleg tisztában van azzal, hogy önre tekintve nem veszélyes? Akkor mégis miről szól az ön félelme? Mit akar kifejezni, mi az, ami a fóbia mögött rejtőzködik? Mi az, amit ön a környezetére vetít? Nem egy tárgy vagy egy helyzet váltja ki a fóbiát, hanem mi magunk váltjuk ki azáltal, hogy valamit kivetítünk, ami bennünk van, a belső bizonytalanságunkat valamivel vagy valakivel kapcsolatban. Szorongás. Mi az, amitől tart? Miért tart ettől, azaz mi az ön feltételezése? Milyen tapasztalatokkal rendelkezik ezzel kapcsolatban? Jogos a feltételezése? Mit tesz ön annak érdekében, hogy csökkentse azt a vélt vagy valós veszélyt? Lehet, hogy nem jogos a feltételezése, vagy esetleg nem aktuális, vagy lehet, hogy téves? Honnan származik az eredeti szorongása? Ha valamikor ez a szorongás jogos is volt, mi változott azóta? Ön még mindig kiszolgáltatott, tehetetlen, gyermek, fogva tartja valaki, vagy már megváltozott az ön helyzete? Ha jogos a szorongása, akkor ez az erős érzelem abban akarja ön segíteni, hogy hozzon létre végre. Egy változást. Minden erős érzelem magában foglalja a cselekvésre való energiát is. Tehát nincs rossz érzelem, hanem csak esetleg nem arra használjuk fel az érzelmeinket, ami miatt valójában keletkeztek. A fájdalom például arra van, hogy vegyük ki a kezünket a tűzből, és ne rakjuk vissza oda többé. A félelmünk arra van, hogy felhívja a figyelmünket a vélt veszélyre, és ellenőrizzük, valós-e ez a veszély, nem pedig arra, hogy ellenőrizetlenül elhigyük, hogy veszélyben vagyunk. A dű arra van, hogy hozunk létre távolságot azzal szemben, aki bántott. A harag arra van, hogy tudatosan váljuk, és megakadályozunk azt, hogy újra bántsanak az agresszió ára van, hogy tudjunk védekezni, ha életveszélyesen megtámadnak. Lehetne még soholni. Minden energia töltettel rendelkező érzés segíteni akar minket valamiben. Ezek a mi érzéseink, és nem ellenségeink. Ha figyelembe veszük, mi is az eredeti funkciójuk.